Ez a munkásokat szállító busz Székesfehérvár irányába közlekedett, az osztrák rendszámú kamion pedig Dunaújváros felé haladt, amikor a baleset történt. A buszon összesen 4 utaztak, közülük senkinek sem esett komoly baja. A kamion lengyel sofőrjét azonban a tűzoltóknak kellett kiszabadítani a roncsok közül. Őt a mentők súlyos sérülései miatt a Dunaújvárosi kórházba szállították. A kamionnak a gépviseletője súlyosabb sérülés szenvedett, ő be is szorult. A egységek feszítővágóval és támhengeri segítséggel tudták kiszabadítani a beszorult képviselőt. Hogy mi okozta a balesetet, egyelőre nem lehet tudni. A körülményeket a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztálya vizsgálja. A műszaki mentés és a helyszínelés idején teljes volt az útzár a 62-es főút Perkátai szakaszán.